Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Nézzük, miről szól mai közéleti magazinunk. 21. századi európai színvonalú bölcsödét adtak át Pakson. Elismerték azokat, akik önzetlenül segítenek másoknak. A felelős állattartásra hívja fel a figyelmet a szakember. Magas színvonalú szakképzés a szekszárdi Adi iskolában. 21. századi európai színvonalú bölcsödét adtak át Pakson. A Kápolna utcai intézmény felújítása közel 924 millió forintos uniós projekt keretében valósult meg. Az épület teljes körű rekonstrukciója mellett eszközök, felszerelések és berendezések beszerzésére is sor került. A beruházás keretében megújult az intézmény udvara, és az épület mellett 32 beállós parkoló is épült. Gyulai István Édesanyja című dalát adta elő a paksi Kápolnai utcai bölcsöde épület átadó ünnepségén, mely megújulva újra kinyitotta kapuit. A demográfiai változások miatt 2007-ben döntött úgy az akkori paksi képviselőtestület, hogy bezárják a bölcsödét, melynek helyén később étkezde működött. 2019-re úgy alakult a helyzet, hogy szükségessé vált az épület eredeti funkciójának a visszaállítása, melyhez a terület és település fejlesztési operatív programban több mint 923 millió forint pályázati támogatást nyert Paksváros önkormányzata. A felújítás november végén fejeződött be. Ez a mai nap többszörösen is vágyott nap, melyre a várakozás a paksi kisgyermekes családok körében nem néhány hónapja kezdődött, hiszen a több mint 10 éve bezárt, szinte teljesen sorsára maradt épület felújítását és bölcsödeként való újranyitását sokan régóta várták. Persze nagyon vártuk már az elmúlt hetekben, néhány hónapban a munkák teljes befejezését is. Mert minden középület megújulása ünnep és mérföldkő a város életében. Különösen is, ha egy ekkora jelentőségű beruházás valósulhat meg, hiszen 100%-os Európai Uniós forrásból 923 millió forint értékben tudtuk az életet és a jövőt visszahozni a régi épület falai közé, úgy, hogy benne és a környékén minden megújulhatott. Ebből a jelentős összegből 762 millió forintot költöttünk az épületek teljes külső és belső felújítására, a teraszok, az udvar és a parkolók kialakítására is. A fennmaradó összeget pedig bútorzatra, gépekre, a napi működést kiszolgáló és segítő eszközökre tudtuk fordítani. Hiszem, hogy Paks ma egy jelentős, jelképesnek is mondható értékkel gazdagodik, mely a következő évtizedekben sok kisgyermekes család számára jelent segítséget. Hiszen gyermeküket biztonságban és valóban modern körülmények között hagyhatják minden nap itt, a Kápolna utcai bölcsödében. Az ünnepélyes átadón a szallagot Lukácsi Magyar Melinda intézményvezető, Kovács Pál államtitkár és Szabó Péter polgármester vágták át. 2010 óta a család támogatások összege több mint háromszorosára növekedett, hiszen a jövő a gyermekeinkért van, és örömömre ad okot, közös örömünkre adhat okot, hogy 2010 óta a házasságok száma duplájára növekedett. A válások 60 éve nem látott mélyponton vannak, és a születések száma pedig emelkedik. Úgy gondolom, hogy ebben a mai ünnepségen is talán látszik az, hogy számíthatnak a kormányra. Az átadón a résztvevők megtekintették a megújult bölcsöde épületét belülről is. A 21. századi európai színvonalú bölcsöde 80 kisgyermeket tud fogadni. A régi bölcsöde teljes körű felújításával egy modern, 21. századi, minden igényt kielégítő épületben valósulhat meg a legkisebb gyermekek nevelése és gondozása. Azt gondolom, hogy ismerve a bölcsöde iránti igényeket, ez az épület az elkövetkezendő években a teljes kihasználtságával fogja megmutatni ennek a nagyszabású projektnek a szükségességét. A bölcsöde épülete három nevelési és gondozási egységet, egy igazgatási, szociális helységekből álló tömböt és egy melegítő konyhát foglal magába.
Az épület 6 gyermekcsoportjában összesen 80 kisgyermek fogadására lesz lehetőség. A családias, esztetikus és barátságos berendezés mellett az épület a mai elvárásoknak megfelelően akadálymentesítve lett kialakítva, illetve a gyengénlátók számára hangos térkép használatára is van lehetőség. A bölcsöde mellett 32 férőhelyes parkoló is megépítésre került. A felújított épületet decemberben vették birtokba a gyerekek. A Magyar Véradók Napja alkalmából köszöntötte a Vöröskereszt Tolna megyei szervezete azokat, akik már legalább 25 alkalommal nyújtották a karjukat, hogy így segítsenek másoknak. A megjelentek között volt, aki már a 100. véradásán is túl van. Többszörös véradóknak mondott köszönetet a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete Szekszárdon a Magyar Véradók Napja alkalmából. Mint minden évben november 27-e a Véradók Napja, és ez időszakban, tehát ebben a hónapban szinte és még tovább is, az egész országban, így a megyében is a véradókat, a sokszoros véradókat, véradó szervezőket köszöntjük. De tavalyi évben sajnos ez elmaradt, és nagyon izgultunk, hogy idén meg tudjuk-e tartani ezt az ünnepséget, és úgy döntöttünk, hogy egy nagyobb létszámú megyei ünnepséget tartunk, és így a megye településeiről hívtuk ide a sokszoros kerekévfordulót betöltött véradókat. Mi is tulajdonképpen arra, azzal ösztönözzük az embereket, hogy felhívjuk a figyelmet lehetőség szerint minél több fórumon a véradás fontosságára, hiszen ez egy társadalmi felelősségvállalásnak egy része, tehát ez főként belső indítatásból jön. Ezért a fiatalokat, a családban a szülők, a gyermekeiket különböző fórumokon és mindenféle lehetőséget megragadva arra kell felhívni a figyelmet, és mi is azt tesszük, hogy a vér semmivel sem pótolható. Tehát ma a gyógyításban, a betegek gyógyulásához, bizonyos gyógyszerkészítményekhez elengedhetetlen a vér, az emberi vér, amit nem lehet másképp előállítani, ez csak úgy kerülhet be a gyógyításba, tehát így lehet hozzájutni a betegeknek, ha a véradók eljönnek, és karjukat nyújtják, és saját testük szövetét adományozzák, azért, hogy a beteg rászoruló embertársaik ezáltal nagyobb lehetőséget kapjanak a gyógyulásra. Boa András 18 éves kora óta már 100-szor nyújtotta a kezét. Azt mondja, addig folytatja, amíg egészsége engedi. 18 éves koromban Fatornyos falumba kezdtem vért adni, és a szüleim indítatásából édesanyám több mint 50 évig volt vöröskeresztes aktivista embertársaim segítségére, illetve jól éreztem mindig magam utána. És egy-két napon belül teljesen újra termelődik a vér. Három gyermekem van, szeretném, ha tovább vinnék, de nem valószínű, hogy valamelyik is utol fog élni. Idén a Provita díjat Szabóné Szejfert Annának ítélték oda. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik legalább már 100-szor nyújtották a karjukat. Az elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma ítéli oda a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat javaslata alapján minden évben. A dombóvári nő 36 év alatt közel 120 alkalommal adott vért. Ez úgy volt, hogy egy munkahelyet váltottam, és ott márciusban csapat mondta, nem, nincs kedvem vért adni, mert ők mennek. Hát mondom, még úgy csináltam, akkor miért nem? És azóta évente 4-szer adok vért. Tehát 3 havonta, mert 3 havonta szabad a nőknek. Hát az igazság az, hogy én úgy gondolom, hogy mivel hogy a vérem ettől cserélődik, és mindig frissül, és nekem ebből semmi hátrányom, még hál' Isten nincsen, és így segíthetek másokon. A megyei véradó ünnepségen Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke is jelen volt. Miért fontos a véradás? Ez az egy olyan adomány, amit nem lehet semmiféle
tárgyi eszközzel pótolni, mert a vért a saját testünkből adjuk, és nagyon fontos, hogy a betegeket ezzel megmentsük, és egy reményt adjunk, hogy egészségesek lehetnek a jövőben. És miért fontos köszönetni? Hiszen ezt ingyenesen adják a véradók, idejüket is áldozzák, energiájukat áldozzák, és én azt hiszem, hogy a társadalomnak ez a minimum, hogy egy nap főhajtással álljon a véradók előtt, és megköszönje ezt a munkát. Mi úgy szoktunk számolni, hogy 450 ezer vérettség kell éves szinten. Természetesen arra számolni kell, hogy esetenként több vérszükséglet van, hiszen ha nagyon sok a műtét, vagy egy nagy balesetnél, azt gondoljunk rá, hogy ez mennyire fontos, és nagyon fontos, hogy a megfelelő tartalék mindig rendelkezésre álljon. Szerencsére azért a véradó kedv nem csökken, de időszakonként, most különösen a Covid járvány idején azért volt néha csökkenés, hiszen az, ahogy említettem a köszöntőmben is, a vállalatok leálltak, tehát a munkahelyi véradások most szüneteltek. Ezért ez is egy jelentős mennyiséget időként kivont a forgalomból, de örömünkre szolgál, hogy a lakossági véradásokra nagyon sokan jöttek, és nagyon sok új véradó és fiatal véradó jelentkezett, akit remélhetőleg hosszú évtizedekre meg tudunk tartani. Ehhez kell nagy munkát végezni a véradó szervezőknek, hogy egy olyan légkört alakítsanak ki, hogy az emberek ne csak egyszer segítsenek, ne csak akkor, ha éppen családtagjuk szorul vér szükségletre, hanem mindig segítsenek, és remélhetőleg, hogy ez a jövőben is így lesz. 2020-ban Tolna megyében több mint 6000 ember nyújtotta a kezét véradási szándékkal. Közeleg a karácsony, és sok családban ajándékgyanánt felmerült a kisállatvásárlásának a lehetősége. De vajon tényleg minden körülmény adott ahhoz, hogy az új családtag megfelelő körülmények között éljen? A felelős állattartás fontosságáról beszélgettünk Borús István állatorvossal. Jót teszünk-e vele, ha engedünk a gyermeki vágyaknak? Vagy azt gondoljuk, egyedül élő idős rokonunkat egy társal lepjük meg karácsonyra, miközben nem mérjük fel annak a súlyát, mit is vállalunk azzal, ha egy kis állat tartásának gondját vállaljuk, vagy ne adj Isten, tesszük puszta jó szándékból valaki vállára. Van, aki nagyon precízen, körültekintően utána néz a tartási igényeknek, a feltételeknek, nagyon alaposan megfontolja, hogy honnan vásárol kis kedvencet. Sajnos vannak, akik kevésbé körültekintőek, de mindenképpen azt javaslom, hogy aki ilyen vállal, hogy kis kedvencet fog tartani, akkor előtte vagy az állatorvosánál érdeklődjön, vagy tájékozódjon tartóknál, tenyésztőknél. Vannak elenyésző számban meggondolatlan szülők, de hál' Istennek ez nagyon ritkán fordul elő. Mielőtt végleges elhatározásra jutunk, több kérdést végig kell gondolni, mondja Borús István. A legfontosabb, hogy milyen állatot választunk, és ezen belül is milyen fajtát. Mindenképpen meg kell fontolni, hogy mekkora a tartási hely, hogyha lakásban tartják a kutyát, macskát, akkor kutyák közül a kisebb testűeket tudjuk javasolni. Nagy testű kutyáknál 10-12 négyzetméteres kennel az, ami előírás, úgyhogy ekkora helyet kell nekik biztosítani. Nagyon sokat fejlődött az utóbbi években az állattartók felelősségérzete. Egyre többen ivartalanítják a kutyákat. A védőoltásoknál nem csak a sima veszettség elleni védőoltást kérik, hanem a kombinált oltást, ami az egyéb vírusos betegségek ellen is véd, illetve nagyon sok szívférgesség elleni tesztet végzünk. Azt tudom mondani, hogy sokat fejlődött a felelősségérzet. Egyre több kutyát ivartalanítunk, nem csak Szekszárdon, hanem a környező falvakból is jelentkeznek állattartók, hogy a nem kívánt szaporulat megelőzésére szeretnék ivartalanítatni a kutyáikat. Minden szabályozás annyit ér, amennyit foganatosítani tudnak belőle, tehát igazából ennek a visszatartó erejét nem látjuk, meg kell nézni a szekszárdi menhelyet, teljesen tele vannak, nagyon sok a beszállított kutya, nagyon igyekeznek az örökbeadással csökkenteni a létszámot, de folyamatosan telt ház van a menhelyen. Egy kutya fenntartása nem olcsó mulatság. A megfelelő táplálás, a rendszeres kötelező oltások, az esetleges betegség kezelési költségekkel jár. Ezt is figyelembe kell venni, ami nagyon komoly tényező lehet adott esetben. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a leendő gazda milyen habitusú, milyen életkörülmények között él, mert ez alapvetően meghatározza a lehetőségeit.
teljesen, mások a lehetőségek egy lakásban, egy kis telek méretű kertes családi házban, vagy esetleg kint egy tanyán, ahol akár több ezer négyzetméter is a kutya rendelkezésére áll, hogy mozoghasson. A kutya méretétől függően számolni kell a tartási költségekkel is. Természetesen egy 50-60 kilós nagy testű kutya etetése jóval jelentősebb költség havonta, mint egy kis testű kutyájé. Érdemes lenne végig gondolni mindenkinek, hogy milyen fajtát választ, és fontos lenne tájékozódni, hogy az ő habitusához, a állattartói tapasztalatához mérten milyen fajtát szabad. Ez elmondható bármelyik nagy testű fajtára szinte, hogy ugye akárhogy is nézzük, ők farkasok, a falka szellemet kell tartani, kell egy falkavezér, aki tud parancsolni a kutyának, és nem engedi, hogy a falka irányítását a kutya átvegye. Olyankor van a probléma, amikor nagy testű kutyát választanak abból a szempontból, hogy megvédje az idős gazdát vagy a családot, és amíg etetik, simogatják, addig nincsen semmi probléma. Abban a pillanatban, hogyha korlátozni kell a mozgását akár egy védőoltáshoz, akár egy kezeléshez, abban a pillanatban a kutya kitör, és akár a saját gazdájára is rátámad. Ha mégis a kutyavásárlás mellett döntünk, számos lehetőség van arra, hogy felkészüljünk a tartásra, mondja Borús doktor. Nézzünk utána annak, hogyan kell bánni az adott jövevénnyel, annak érdekében, hogy ez ne kínlódás legyen se a gazdának, se az állatnak, mert a karácsonyi ajándék rövid időn belül csak felesleges teherré válik, ami nem jó senkinek. Így kerülhetnek a kutyák rövid időn belül a menhelyre, vagy rosszabb esetben az utak mellé, ami ugye ma már törvény által büntetendő cselekménynek számít. A Szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégiumban a tavalyi évhez képest sokkal többen jelentkeztek. A megugró létszám köszönhető a megújult szakképzési rendszernek is, illetve annak is, hogy az intézményben tanuló diákok modern környezetben innovatív eszközökkel sajátíthatják el a választott szakma alapjait. Az Ady Endre Technikumban, ami Tolna megye legnagyobb szakképző iskolája, jelenleg 1200 tanuló tanul. Ez a létszám az iskola népszerűségét is mutatja, hiszen olyan szakmák elsajátítását biztosítják, amikkel később a munkaerőpiacon sikeresen vetik fel a versenyt az itt szakképesítést szerző tanulók. Az ide jelentkezők 5 éves technikumi vagy 3 éves szakképző iskolai képzést választhatnak. Az eddigi időszakhoz képest ez a tanév egy magasabb létszámot tudott elindulni, talán pont azért, mert a szakképzésben olyan változások következtek be, amik mind a jogszabályi környezet, mind pedig a gazdasági környezet változásait le tudták képezni az oktatási rendszerre. Az oktatásban megjelenő tanulók azok egy nagyon jó finanszírozás mellett, tehát személyfinanszírozás mellett is, nyugodtan mondjuk ki, hogy ösztöndíj és munkabér lehetősége mellett tanulják az adott szakmáikat. Ezek a szakmák az iskolában 8 ágazatban találhatóak meg, illetve 15-17-20 szakmát jelentenek az adott tanév sajátosságait figyelembe véve, mindig bővül a kör, vagy mindig változik egy picit, attól függ, hogy mik az igények. Nagyon fontos, hogy a szakképzés megpróbál a változó piac igényeknek megfelelni. Nyilván a mi számunkra a piacot a munkaerőpiac jelenti, illetve az az ipari környezet, ami az iskolát körülveszi. Az iskolában alapvetően műszaki képzés folyik, és nagyon komoly kiegészítő ennek a képzésnek a szolgáltatási rész, ami nyilván elsősorban szépészetről szól az iskolában, illetve most már évek óta mondhatom, hogy kiegészül a honvédelmi és a rendészeti képzéssel is. Változott az is, hogy általános szakképzési ösztöndíjat vezetnek be a szakképző intézményekbe a nappali képzésben tanulók részére. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől is függ, amit tanulmányaik előre haladtával a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért járó havi munkabér válthat fel, melynek mértéke ugyancsak a tanulmányi eredmény függvénye. Erről is beszélt Juhász Gábor igazgató. Tehát az első pillanattól kezdve ösztöndíjat kap a tanuló. Akár technikumban, akár a szakképzőiskolában jelentkezik. Ez az ösztöndíj mindig a minimálbérhez van kötve. Egyébként a január 1-én érvényes minimálbér összegéből számítandó. A technikumban ez 5%-ot jelent, a szakképzőiskolában pedig 10%-ot jelent a minimálbérből kiszámolva. Tehát az a havi 8-16 ezer forint, amit a diákok 9-esként megkapnak egyébként, de azt gondolom, hogy mindenképpen motivál abba az irányba, hogy
igenis dolgozni, viselkedni és tanulni kell az iskolában, mert ha elvégzi a dolgát, akkor ezt a pénzt ő meg fogja kapni. Én tudom, hogy nem a pénzért tanulunk, de az elvégzett munkáért pedig jól jön a fizetség. Tehát, hogyha valaki jól tanul, és eljut odáig, hogy ösztöndíjat tanulmányi alapon fog majd kapni, és a technikum a 10. évvége után fog bekövetkezni, akkor ez akár 40 ezer forint fölé is mehet a jelen állapotok mellett, illetve kis kiegészítés, hogyha honvédelmi pályára lép, tehát a honvéd kadét ágazatban jelenik meg a tanuló, akkor ott még a honvédelmi minisztériumnak van egy plusz támogatása, aki 3,5 fölötti tanulmányi átlagot tud produkálni, ott az ösztöndíjon 12-13 ezer forinttól indul, és 4,5 fölött pedig havi 45 ezer forintot is megkaphat az illető, pluszba az előbb elmondott 8, vagy akár majd a 40 ezer forint mellé, hogyha a tanulmányi eredmény olyan lesz. A rendszer átalakításának elsődleges célja a munkaerőpiac igényeihez az eddigieknél sokkal rugalmasabban alkalmazkodó és magas színvonalú szakképzési rendszer kialakítása. A rohamosan fejlődő és változó gazdaság elvárása, hogy jól képzett, értékes tudással bíró, felkészült szakemberek kerüljenek ki a szakképzésből, akik megállják a helyüket a munkaerőpiacon. A Tallamegyei Szakképzési Centrum komoly anyagi forrásokat áldozott és nagyon innovatív szemlélettel támogatja azokat a fejlesztéseket, amik az iskolánkban zajlanak. Az ADI-ban jelen pillanatban is kialakítás alatt van egy olyan ágazati képzőközpontos tanműhely, ami a specializált gép- és járműgyártás ágazatban a fejlődés irányát képviseli, és két cég bevonásával történik a megalakulás az ágazati képzőközpontnak. Az egyik központi képzőhely, az egyik központi műhely, tanműhely az iskolában a régi autós tanműhelyből kerül kialakításra. Ez egy 270 milliós pályázatnak az eredménye. Gyakorlatilag az átadás előtti hetekben vagyunk, ahol egy olyan autószerelő műhely kerül kialakításra, ami a legmodernebb technikáknak a részét képezi. Elektromos autó, hibrid autó, modern benzines gépjármű, illetve az ehhez tartozó teljes diagnosztika. Ez egy 140 négyzetméteres tanműhelyi rész, illetve mellé még egy oktatóterem, ahol minden olyan lehetőség adott lesz, ami a legmodernebb technikákat, tehát most ugye a régi autószerelő szakmát most úgy nevezzük, hogy gépjármű mechatronikai technikus, tehát ebben a szakmában minden lehetőséget kínálni fog ez a tanműhely. Hasonló fejlesztések zajlanak az automatizálás és az elektronika területén is, illetve a szépészeti tanműhelyben is. Erről is beszélt Juhász Gábor. Nyilván ez nekünk egy óriási kihívás, hiszen ezeket a technikákat úgy lehet megtanítani, ami magunk is ismerjük és használjuk. Hasonlóan tudnám jellemezni a szépészeti tanműhelyünket. A szépészeti tanműhely egy olyan nagyon korszerű tanterem, amiben azt gondolom, hogy megtalálható minden, ami egy mai 21. századi modern kozmetikában rendelkezésre áll. Ugye az iskolában 93-ban indult a kozmetikus képzés, és azt gondolom, hogy ilyen mértékű fejlesztés nem történt ebben az időszakban, ha visszatekintek, és ez ugyanígy igaz a fodrász képzésre is, tehát az egész szépészeti ágra, hiszen a szépészetben a lányoknak kínáljuk a kozmetikus technikust, a fodrászt és a kéz- és lábápoló technikust. Mindegyikhez nagyon modern technikák kapcsolódnak, és nem engedhetjük meg azt magunknak, hogyha a tanulók nem csak azért használhatóak, hogy ismerjék ezt, hanem ez egy motivációs tényező. Hogyha egy 21. századi környezetben tanulják a tanulók a tudáselemeket, akkor a motiváció is más lesz, mint hogyha egy más környezetű biztosítanánk nekik. Én azt gondolom, hogy a jelentkezők számának növekedése ennek is betudható. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!